Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok dicséretet az ő nevével, tegyétek dicsőségessé dicséretét, az Isten szülőnek királyi által, üdvözítő. Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának virágvasárnapnak ünnepe az egyházi év 12 nagy ünnepe közé tartozik. A templomi szertartásokat betöltik azok a himnuszok, melyek szüntelenül ismétlik Krisztusnak, a messiás királynak szóló hozsannát, aki Istennek, az atyának a nevében jön, hogy üdvözítse a világot. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök ezen a napon a Mária Pócsi kegytemplomban szentelte pappá Karakó Roland diakónust. Szeretnék rád bízni egy nagyon komoly tanítást, amelyet aranyszájú Szent János fogalmaz meg a papoknak. És azt mondja aranyszájú Szent János nagyon kemény szavakkal, Szamár az a pap, mint a jeruzsálemi Szamár, amelyik Jézus Krisztust az ő hátán Jeruzsálembe vitte, és az emberek, akik meghajoltak Jézus előtt, és leterítették Jézus elé az ő ruháikat, ez a Szamár azt hitte, hogy ő előtte hajolnak meg az emberek, nagyokat bólogatott és örült, hogy az emberek még a ruhát is leterítik elé. Szamár az a pap, aki azt hiszi, hogy mindaz az öröm, mindaz a köszönet, mindaz a hála, amit az emberektől kap, az az ő érdeme, az nem a mi érdemünk. Jézus Krisztusnak az érdeme, akit mi méltatlanul el kell, hogy juttassunk minden egyes emberhez. Méltónak kell lennünk ahhoz, mint ahogyan méltónak kellett lenni annak a jószágnak arra, hogy Jézus kiválassza őt és rajta vonuljon be. Ugyanúgy kell minden egyes papnak és főpásztornak méltónak lenni arra, hogy Jézus Krisztust tovább vigye, és mások örömére, mások vígasságára bocsássa. Figyelmezzünk az isteni kegyelem, mely mindenkor orvosolja az erőtlenségeket, spótolja a hiányokat, ezt az istenfélő Roland diákonust áldozó pappá szenteli. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le reá a legszentebb lélek kegyelme. Amen.
Axios. 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 Boldogok vagytok, mi nőszidalmaznak és üldöznek titeket.